Gyermekként érdekes válaszokat adtunk arra a kérdésre, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Kevés az olyan felnőtt, aki a gyermekkori álmai mellett ki is tart, és azzá válik, amivé 5 évesen megálmodta magát. Hnati Kriskó Márta, aki már 35 éve a Beregszászi Bethlen Gábor Líceum magyar nyelv és irodalom tanára, úgy emlékszik vissza, hogy ő már gyermekkorában is tanítónéni akart lenni. Amint kiderül számára, hogy a nagy épület a szomszédjukban, tele vidám gyerekekkel az udvaron, az bizony egy iskola, alig várt, hogy ő is oda járhasson. Legendás alsós és későbbi tanárainak köszönhetően pedig csak még jobban megerősödött benne ez az elhatározás. Csodálatos tanítónénim volt az alsó osztályban, legendás Huszti Jolika néni. És akkor én emlékszem, gondolkoztam is másokat rajta, hogy miért ültette a jó Isten ezt a gondolatot a fejembe. Akiknek nehezebben ment az olvasás, azokkal sokkal többet bajlódott a tanítónéni. És hogy eszembe jutott, hogy tulajdonképpen egy pacsort már rám bízhatna Jolika néni, én már tudnék neki segíteni, és akkor neki könnyebb dolga volt. Nem tudom, hogy kezdődött, így kezdődött. És aztán az általános iskolában nagyon jó magyar tanáraim voltak. Később a középiskolában is, hogy teljesen egyértelmű volt, hogy magyar szakos akarok lenni. De az események idején nem tudják, hogy... Hnati Kriskó Márta 1965-ben született Beregszászban. Szülővárosában érettségizett 1982-ben, az Ungvári Állami Egyetem Filológia karán szerzett magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomát 1987-ben. Pályakezdőként előbb a Badalói, majd a Beregardói általános iskolában dolgozott. 1995-től pedig mostanáig a Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium, mára már Líceum magyar tanára. A pedagógust az iskolában mindenki kedveli. A kollektíva és az iskola vezetése egyaránt büszke rá, hiszen idén ő kapta az év külhoni tanára díjat. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága minden évben díjazza a kiemelkedő szakmai eredményekkel rendelkező tanárokat. A szakmai bizottság döntése alapján az elismerést minden évben olyan pedagógusoknak ítélik oda, akik a legtöbbet teszik a magyar közoktatás és nevelés terén. Először is, hogy Márta megkapta ezt a díjat, mi rendkívül büszkék vagyunk erre, ez valójában megtiszteltetés a számunkra is, és hát nagyon örülünk neki. Mártát én azóta ismerem, mióta befejezte az egyetemet, és akkor én még Badalóban voltam igazgató, őt oda küldték ki. Felethetetlen 11 évet én még Badalói iskolába töltöttem, és utána megint a sors összehozott vele, már ez 1999-ben volt, és hát nagyon örülök, meg örültem akkor is, amikor megláttam itt, hogy együtt tudunk dolgozni. Én mindig is úgy néztem rá, hogy egy nagyon tehetséges, szakmailag felkészült, emberileg rendkívül becsületes ember. Úgyhogy mi nagyon örülünk, hogy ezt a díjat megkapta. Mi nem a templomba tanulunk erről sem? Amint kiderült az örömhír, a közösségi oldalakon sorra jelentek meg az egykori és mostani diákok gratulációi. Nem is csoda, hiszen a magyar tanár sok iskolás kedvence. Tanítványai szép sikereket érnek el a kárpátaljai megyei és a kárpát-merencei tantárgyi versenyeken, szavaló versenyeken, két tanítványa pedig kazinci érmes. Márta néni nagyon jó tanár, és emellett nagyon sok számít abban, hogy mindig segít a lelki világunkban is, lelki világunk támogatásában. Kriskó Márta munkája eredményeinek elismeréseként többször kapta meg a Beregszászi járási és a Kárpátaljai megyei oktatási osztály oklevelét. 2007-ben a Magyar Nyelvtudományi Társaság arany oklevéllel díjazta, ugyancsak többször nyerte el a magyar kultúráért Kárpátalján alap elismerését, 2015-ben a Bethlen Gábor alapítvány díját, 2020-ban magyar arany érdemkereszttel tüntették ki, 2024-ben az év tanára díját nyerte el a külhoni pedagógus kategóriában. Köszönöm Istenem, köszönöm azoknak az adományozóknak, hogy ilyen gesztusokat tesznek a határon túlra szakadt magyar pedagógusok irányában, mert ahogy ezt megtanultuk valamikor, a pedagógus a nemzet napszámosa. És hogyha valaki díjat kap a határon túli magyar nemzet napszámosok közül, az mindenkinek szól.
az az összes kárpátaljai magyar pedagógusnak szól valahol, én úgy érzem, az anyaország részéről. Úgyhogy ezért örültem is neki. Beadom, mert én így rá... A pedagógus nem csupán a jövő magyar generációjának nevelésében vállal kiemelkedő szerepet. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség által 2001-ben alapított Kárpátalja Hetilap szerkesztőségében korrektorként is tevékenykedik. Ami számára a leginkább szimpatikus volt, hogy az újság alapítását megelőzően közvéleménykutatást tartottak. Milyen rovatokat, milyen témákat szeretne az újságban látni a jövőbeni olvasóközönségük. Ezeket figyelembe véve alakították ki a lap koncepcióját, arculatát. Úgyhogy születésétől kezdve ott bábáskodtam a Kárpátalja fölött elég hosszan, és azt hiszem, hogy a 2010-11-es évben aztán tartottam egy szünetet, akkor addig korrektor voltam, akkor utána csak tanítottam, és 2015-ben visszahívtak korrektornak a Kárpátaljához, azóta itt vagyok. Az a dolgom, hogy az elkövetett helyesírási hibákat javítsam. Ha van stílushiba, akkor azt is. A lapmunkatársai szerint rendkívüli szakmai tudása van, ezért is örülnek annak, hogy együtt dolgozhatnak egy a kárpátaljai magyarságnak nagyon fontos írott sajtóorgánumnál. Rendkívül nagy rálátása van, szakmai tudása van, és nagyon örülünk neki, hogy itt dolgozik nálunk. Egy olyan emberről van szó, aki talpig becsületes, egy olyan emberről van szó, akit nagyon szeretnek a diákjai, és aki pedagógusként is, nem csak a heti lapnál, már számtalanszor bizonyított, számos diákja emlékszik úgy vissza rá, mint mentorára, nagyon sok fiatalt elindított a saját pályáján, ezen dolgozik nap mint nap, amikor az iskolában, a Verekszászi gimnáziumban tanárként tevékenykedik, és a keddi napokon, illetve hétköznapokon pedig a heti lapunknak szokta megoldani az olvasószerkesztői, illetve korrekturázós feladatokat többek között. A kárpátaljai magyar oktatási rendszer számos kiemelkedő tehetségű pedagógussal büszkélkedhet. Ezt mind a helyi magyar szervezetek, mind az anyaországiak is értékelik, pedig a háború mellett a jogfosztó törvények és az ennek következtében hozott intézkedések nagyban megnehezítik a mindennapokat. Ám a remek tanároknak, szülőknek és gyerekeknek köszönhetően az oktatás mégsem omlott össze a vidéken, az itteniek kurucos kitartásának köszönhetően.